103.9. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger reggel Vágó Pirossal és Abaházi Csabával. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra 8 perc van. Vágó Piros ezen a héten szabadságon van, ahogy ezt már tegnap is említettük, úgyhogy minden napra hívunk Ádámmal egy vendég műsorvezetőt. Egyrészt hello Ádám, másrészt... Ha-ho, jó reggelt! Szia Lóci! Szervusztok! Hello. Egészen meglepő ilyenkor itt lenni. Azt hittem azért, hogy te vagy piros ma. Ja, én ma pirosba. Igen, helyes. Mikor keltél utoljára ennyire korán? Hát nézd, volt már rá példa, de már nem emlékszem. De a táskáid árulkodnak, tehát nagyobbak ott a szemed alatt, mint én két tecsós zacskó. De egyáltalán aludtál? Bevallom, izgultam, és nem nagyon tudtam aludni. Így jártam anyátokkal, illetve a Game of Thrones-szal nyugtattam magam, hogy sejtettem, sikerüljön. Hogy te azt nézed, mert tudtam, hogy ezért rajongsz. De tegnap volt ugye a vizes VB-n az első magyar férfi vízilabda válogatott meccs, azt nem is nézted? Bizony. Az eredményről se tudsz, hogy 13-3-ra elgyepáltuk őket. Kiket? Na hát kiket? Az ausztrálokat. Ádám, te nézted? Én sem néztem, mert én egy másik sorozatot, én a House of Cards, az a Kártyavár című sorozatot néztem. Na, itt vagyunk hárman, háromfélét néztünk, mert én jó magyarként tudja, hogy mit kell nézni. Ott ültem és néztem, és drukkoltam a magyar válogatottnak. De én követtem a neten, tehát amikor már láttam, hogy ez már biztosan megvan, akkor már utána csak a sorozatra koncentráltam. Én meg tudtam, hogy a Csabi nézi, az bőven elég, hiszen az a magyar szív, az akkor át fogod dobbanni, hogy az én magyar szívemre nincs szükség. Viszont ha ennyire különböző dolgokat néztünk tegnap, akkor kíváncsi vagyok, hogy a hallgatóink mit tettek tegnap este. Mit néztek? Nézték-e a magyar válogatott meccsét, az hogy tetszett, illetőleg milyen sorozatot láttak. Meséljék el nekünk 0630 30 30 103. Jó reggelt! Ez a Sláger reggel! 6 óra 14 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Aki csak most ébred, mondom, hogy piros szabadságom van, viszont Lóci helyettesíti ma. Hello! Így igaz. Hello! Ma a tesztoszteron trió tagjaként. De egyszer már csináltunk egy tesztoszteron reggelt, akkor a Havas Henrikkel, most egy kicsit fiatalítottunk ezen. Méltó utód, nem? Lehet, hogy lesz belőle akkor ember. Hát a tanárhúrnak. Hárman háromfélét néztünk tegnap este, és meg is kérdeztük a hallgatóinkat, hogy ők mit néztek. Lajos azt írja, hogy én csak néztem volna, de a fiam lefoglalta a tévét az új, hát nem mondom ki a márkáját, számítógépes játékával. Hány családban van ez így még? Igen. Na nézzünk kicsit körbe az utakon. Emelkedjen felül a közlekedési helyzeten! A slágerkopter felszáll, jönnek a legfrissebb infók az utakról, felülnézetből. Szép jó reggelt mindenkinek, bár azoknak annyira nem szép, akik a 17. kerületben a Táncsics Mihály úton közlekednének a Hunyadi utcánál, ugyanis korlátozás van vízcsőtörés miatt, és a 198-as busz sem közlekedik megfelelően. Hamarosan újra felszáll a slágerkopter. Addig is a fontos közlekedési információit írja meg a 0630 30 30 103-as számra. Ez mekkora zene, figyeljétek! Gyilkos indul. Figyelj, ez 1984-ben ez egy óriási nagy dolog volt. Kicsit hajaz ugyan a hangzásában az akkor nagyon-nagyon menő Van Halenre, de ez a Scorpio, kérlek szépen, amikor... Újra nekiindultak az országnak, és ezt meg is énekelték, erről szól maga a szöveg. Zenetörténeti percek Abaházi Csabával. A pólyás pillanataitból. A Scorpio zenél, azt beszéli már az egész város a Sláger reggelben 6 óra 16 perckor. Jó reggel! Sláger reggel! Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 6 óra 23 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Tegnap este bemutatkoztak a VB-n a férfi magyar pólósok, nagyszerű meccsen 13-3-ra legyőzték az ausztrálokat. És a két társam ma itt a stúdióban, ugye Ádám állandó, ma pedig pirost helyettesíti Lóci, sorozatokat néztek e helyett. Úgyhogy meg kellett kérdezni a hallgatóktól, hogy ők mit néztek. Hát Alász Tamás is, Zsuzsa is azt Neve írja, hogy a vízilabdát természetesen. Tamás még hozzá is tette, hogy a kapus csodás volt. Tehát Nagy Viktor akkorákat védett, hogy ez valami hihetetlen. Óriási. Skandálta is a közönség, hogy Nagy Viktor, Nagy Viktor. Azért rosszabbul szólt volna, csak annyit mondta, hogy Viktor. Kösz, hogy hozzátettétek, hogy nagy. Ádám is tévézett, nem a mi Ádámunk, hanem a vonalban a hallgatónk. Jó reggelt! Reggelt, szia! Te mit néztél? Hát én konkrétan a vízilabda meccset, de amit mellette adtak összefoglalóban, az nem semmi volt. Na mit adtak mellette összefoglalóban, mert a szünetekben én mentem mosogatni. Nem is, hogy nem mentél? Mondjuk azt, hogy mosogatni. Ez egy image-javító mondat volt. Igen. Na mi volt a szünetben? Hát konkrétan volt a Kis Szofinak, a szinkronuszónak az előadása.
Azt megmutatták, hogy aha. Az ugrást gondolom, igen. De nem, úszó. Vagy úszásság, úszó, igen. Úszók nem ugrálnak. Jó, úszás. Képzeljétek el, és ezt mondom a hallgatónknak is, drúszámnak, hogy nekem kollégám volt az édesanyja, egy sminkes hölgyről van szó, Ági. Mármint a kis Szofi édesanyja. Kis Szofi édesanyja, igen, és mindig a Szofiról beszéltünk, hogy ugye minden a sportnak volt egész életében, igen, eddig is alárendelve, úgyhogy Kovács Áginak innen üzenem, hogy gratulálok a lányának. Neked pedig, nagyon szépen neked pedig nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad. Szép napot. Jó munkát. Szia, szia. Na, mennyi az idő? 6 óra 25 perc van, úgyhogy rövidesen jönnek a hírek, de még előtte egy jó kis szest meghallgatunk itt a Slágerem. Sláger reggel. Ez a Sláger reggel. A Sláger FM-en. Vágó Pirossal, Abaházi Csabával és a legnagyobb slágerekkel. Változatosan. 6 óra 28 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Annyit beszéltünk már a tegnapi meccsről, a magyar férfi pólósok meccséről, hogy gyorsan hozzá kell tennem, hogy ma este is lesz vízilabda meccs, ma a hölgyek, a csajok játszanak, a férfiak pedig holnap legközelebb Olaszországgal, és ezen a rendezvényen lócék majd zenélnek, erről majd később a hírek után fog mesélni, most fél hét van, jön Dudás Ádám a legfrissebbekkel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Sláger reggel, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.9 Sláger FM. 6 óra 39 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most ébredezik, azoknak mondom, hogy Vágó Piros szabadságon van, viszont minden napra hívunk egy vendégműsorvezetőt Ádámmal, ma éppen Lócia. Így van. Köszönöm a megtisztelő bizalmat, igyekszem a legjobban teljesíteni. És az is elképzelhető, hogy vannak olyanok, akik 9 óra után már nem tudják hallgatni a műsorunkat, tehát mondjuk mi soha nem találkoztak Lócival. Lóci a Sláger reggel trubadúrja, aki megzenésíti ugye a hallgatói üzenetek valamelyikét, és ebből lesz a nap üzenete. Így igaz, ez ma is meg fog történni 9 után. Na akkor már most nézd az SMS falat, mi meg közben kicsit lapozgatjuk az újságokat. Mi a nagy újság ma? Ez a nagy újság. Lapszemle a Riposzt támogatásával. Képzeljétek el, hogy van egy német srác, aki Saarbrückenből, ha jól mondom, Münchenbe utazik minden nap, mert hogy ott dolgozik, de nem talált jó áru szállást Münchenben, ezért vett magának egy bérletet, egy vonatbérletet, amivel aztán használhatja az első osztályú várótermeket, stb. És ő a vonaton alszik, a vonaton él. Meg a váróteremben. Meg a váróteremben. És kiszolgálják, felhozzák neki, sőt, kávécska. Aha. Azt mondja, hogy néha még Hamburgba is elutazik, mert ott van egy mosoda. Ott mossa ki a ruháit. Ez egy kicsit ilyen hajléktalan feeling. Magyarországon szerintem lezavarnák őt, nem de a vonatról. De közben meg luxus nomád, érted? Tehát, hogy luxus körülmények között él, mert hogy első osztályon utazik, keres 1200 eurót, azt olvasom, és az a bérlet, amit megvesz első osztályra, az 658 euróba kerül. Ezért ő ételt és italt kap, tehát igazából a maradék pénzt még el is tudja rakni. Pontosan, de teljes kiszolgálás. Nem alszik kényelmesen. De hát, hogy bármennyi nem, lehet. Osztályon, ezek, meg ezekben a városban, hát ne szórakozz. Ülve. Tudom, hogy te a kaposvári restiben szocializálódtál, és köszönöm az kicsit más. Az Ádám éppen lát egy képet a srácról, hogy ül egy vonaton. Képzeld el, hogy az első osztályú üléseket le is lehet dönteni. Már a vonaton is Németországban? Igen, csodálatos. Vonaton. Hát meg akkor tudom, hogy hova kell menni. 94 óta, igen. Srácot úgy hívják, hogy Erik Hoffmann. Nem biztos, hogy így hívják, csak mondtam, hogy német hangzás nevet. Mindig, mint a Honeckert mondtál volna. És nála mindig van párna. Tehát, hogy azt mondja, annélkül nem indul el. Hát nekem külön technikám már van erre, mert rájöttem, hogy felrakod a párnát, és úgy alszol, mindig elalszod a nyakad. A nyakpárna nem ér semmit. Azt csinálom, hogy magához a támlához kikötözöm a fejemet. Tehát így egy pulcsival. Ja, van a pulcsi, ott az pont a szemedet is takarja, és akkor ugye a fejed nem dől el, miközben megy a turnébusz. Baromi jókat lehet így aludni, ajánlom minden zenésztársának. Ilyen droidos lehetsz. Igen, kicsit olyan, mintha hibernálnád magad, és akkor fölébredsz otthon. De és akkor egyből a szemed is lekötötted? Persze, igen. És arra se ébredsz, hogy rászkódik a fejed? Mert ez valamennyire rászkódik. Nem, egy picit, az amúgy is a buszban állandóan rászkódsz. És aha, akkor szólnak, hogy Lóci, akkor nem tudsz hirtelen megmozdulni. Akkor följök, hogy az egyetfejlődés teljes fájdalmában felébredek. És itt jön az, amikor a vicceskedvű zenész kollégák még valamit rákötnek a fejedre. Igen, tehát, jaj, vagy kikötik, tudod, egy adott pillanatban, és leesik a fejed. Azt a, nem, hát az nekik baj, mert akkor meg ott landolok az ölükben általában, hogy fejnehéz, Lóci. Nem tudom, én is aludtam már egyébként vonaton.
De te hol nem aludtál? Te lépcsőházban is aludtál. Bárhol elalszom. Ez volt a mai nap nagy újságja. Lapszemlét hallottak a Riposzt támogatásával. Sláger reggel. 6 óra 46 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Piros szabadságom van, úgyhogy Ádám mellett Lócival lapozgatjuk itt a reggeli újságokat. Mit látsz, Ádám? Újabb részletek derültek ki arról a történetről, amiről tegnap beszéltünk először. Egy álminiszter fosztotta ki a kincskereső ex-német zsarót itthon Budapesten. Filmbe illő körülmények között történt mindez. 7 millió forintnyi eurós a kárja. Képzeljétek el, hogy annyira megszerveztek mindent ezek a csalók, hogy kék lámpás autóval mentek előtte, tehát erre figyeltek. Aztán belügyminisztérium feliratú táblát tettek ki. Egy Kovács nevű álminiszter várta őket a Kossuth téren, és az iroda asztalon tele volt mindenki zászlókkal, tehát mintha egy külügyi irodában lennének. Megkopasztották csúnyán ezt az ex-zsarút, feljelentést tett a 22 ezer eurója bánya most egyelőre. Mit akart a zsaru? Vagy... Ez egy, ahogy mondtam is, ez egy hobbi régész volt, ez egy kincskereső, és kellett volna egy ilyen tanfolyamot is neki elvégezni, hogy itt Magyarországon tudjon kincset keresni. A pseudó kincseket? Végül is akkor embereire akadt, hát ők is kincseket kerestek, csak ők más módszerekkel. Igen, egészen más, igen, de ők meg is találták. Igen. Igen. És nem kellett hozzá semmiféle elektromos berendezés. Nem, néhány kis zászló kell a gyerekek, meg egy-két jó ötlet, hát ugye, ha valaki kreatív, ugye, Lóci? Igen, én azon gondolkozom, hogy amikor ott, tehát amikor összeállt a nagy terv, akkor vajon megvolt ez az ördögi kocka, hogy tehát így tényleg örültek-e ennek a gonosz ötletnek, vagy pedig egyszerűen csak ez így jön zsigerből, mert ekkora királytól vagyok. Ez a baj, jön zsigerből. Ugye? Én is úgy sejtem. Te még fiatal gyerek vagy, meg nem is úgy feltétlenül a magyar határokon belül nőttél fel, de én azt gondolom, hogy ez egész kommunizmus erről szólt. Tehát, hogy próbáljuk meg magunkat kiadni másnak, mint amik vagyunk, és az ember olyan magasságokig el tudott jutni mindenféle előképzés nélkül. Persze. Ügyeskednek. Tehát ez a klasszikus ügyeskedés, és tudjátok, hogy miből fognak ők végül is meggazdagodni, hogy eladják szerintem Hollywoodnak a jogot, a filmjogot. De tényleg, ez egy, lehet, hogy egy filmtréler. Igen, lehet, hogy az Andy már mondja, hogy oh, very good story, very good story. Én egy jó zenét tudok adni hozzá. Ehhez mit szóltok? Mehet, átsidítse. És most közben lehet jelentkezni a gyerekjátékra, megvannak még a témakörök, természetismeret, Főci, Magyar, Töri, és hát persze az ének tanárunk plusz, most még Lóci, mint énekes továbbra is itt van. 0-30-30-30-103. Ez a Sláger reggel, Budapest reggeli műsora. 6 óra 55 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt van Lóci, mint vendégműsorvezető, a vonalban pedig Krisztián várakozik, szia! Szervusztok, szép jó reggelt! Jó reggelt! A gyerekjátékra jelentkeztél. Mit csinálsz te ilyen korán, ébrem? Dolgozom. Na mondd el, mi a munkád? Szemét szállító kisiparos. Személy vagy szemét? Néha szemét sajnos. Na de taxizom, igen. Taxizom, jó, oké, rendben. Akkor jöhet a játék, figyelj! Erre még egy gyerek is tudja a választ. És te, gyerekjáték! Van választási lehetősége, tegnap egy énekóránk már volt, de tudod, énekóránk bármelyik nap lehet. Viszont még itt van a Töri, a természetismeret, a magyar, a Föci, melyikben vagy erős? Mindegyikben különben. De el legyen énekóra, akkor legyen. Jaj, de jó! Jaj, jó, főleg úgy, hogy itt van Lóci, akár be is tud segíteni. Nézzük. Neked is egy magyar slágert választottunk, fel fogod ismerni. Császár előd, nem kell másik. Jöhet, figyelj! Nem kell másik, tudom jól, hogy te vagy az, aki kell. Na most már kellene énekelned, figyelj! Éjszakákon áll, várom a csodát. De itt vagy velünk, Krisztián? Igen. Csak mindig bele akartam kezdeni aztán. Hát akkor figyelj, akkor elindítjuk megint. 2, H, és... Nem kell Jó, hát figyelj! Mekkora rockstar, Krisztián! Tök jól nyomja, de hát, ha jön egy utas, és ne riasszuk el, jó? Nem áruljuk el, hogy melyik rosszon van. De hát, Lóci, adhatom a tapsot? 1, 2, 3, és egy nagy taps Krisztiánnak! Ez az Budapestről! Krisztián, egy egyedi slágerreggel ajándékcsomagot nyertél ezzel a csodálatos énekléssel. Gratulálom! Fantasztikus, nagyon köszönöm. További szép napot, jó munkát neked! Csáó, szia! És egyébként ezt a dalt teljes egészében meghallgathatjuk majd a hírek után is. Most 7 óra van, jönnek a legfrissebbek Dudás Ádámtól. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.9 Sláger FM. Ez Budapest reggeli műsora, a Sláger reggel.
Abaházi Csabával és Vágó Pirossal. 7 óra 8 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vágó Piross szabadsága miatt Lóci, a mai műsorvezető társunk. Így igaz, szervusz. Természetesen itt van Ádám is. És ilyenkor csak egy ilyen kulissza titok a kedves hallgatóknak, hogy amikor meghívunk valakit vendég műsorvezetőnek, akkor feltesszük a kérdést, hogy van-e olyan téma, amit ő szívesen kidolgozna, vagy megbeszélne velünk, vagy a hallgatókkal, vagy hát velünk és a hallgatókkal. Lóci azt mondta, hogy beszélgessünk arról, hogy mit tesz az ember, miközben unatkozik. Igen. Tehát, hogy, és ez főleg arra vonatkozik, hogy amikor ülünk az autóban, például dugóban, és nem tudunk előrébb jutni, és hogy mit csinálunk akkor? Neked van egy ilyen gyűjtésed, hogy mit látsz magad körül? Hát tudod, ilyenkor ez történik, hogy ez általában nekünk a turnébuszban történik, hogy ott ültök 9-en, és már megint menni kell, és már ezen a hétvégén is megcsináltak 1800 kilométert, mert természetesen úgy szervezték, hogy Veszprém, Debrecen, Pécs, tudod, egymás után, de semmi összekötéssel, és akkor ilyenkor ki kell találni játékokat, és van csomó játékunk. Az egyik... Már nem beszélgettek egymással? De ilyen? Mindenki, hol is ez a csaj, ez milyen jó volt tegnap, nem, de sokkal jobb az én barátnőm. Nem alszol? Tehát ilyenkor kéne aludni, úgy, ahogy mondtad, hogy kikötik a fejjel. Bekötik előbb. Egészen addig, amíg elalszol, kikötött fejjel. Miket játszatok? Van a Takaka nevű játékunk, a saját fejlesztés, az a lényeg, hogy el kell kezdeni dúdolni egy híres dalt, és hogyha felismered, akkor azt kell mondani, hogy Takaka, és akkor először mondja, hogy Takaka, az megmutatja az előadót és a számcímet, hogyha általad 5 pont, de hogyha hibázol, akkor mínusz 10 pont. Próbáljuk ki? Oké, akkor mondjuk azt, hogy szerintem ez nálunk nem működik. Szerintem se, igen. Ismerem a dalt, de nem tudom, ki az előadó. Ez ment az előbb a rádióban, kérlek. Tényleg? A Belinda Carlisle? Igen. Takaka! Takaka! 5-5 pont! Így igazán látod, ez így. Hú, de izgalmas ez a járás. Jaj, de ott lennék a kis buszban. Remélem mesélsz majd ennél jobbat is, meg természetesen majd Ádámot is megkérdezzük, meg én is el fogom mesélni, mit csinálok a dugóban, vagy unatkozás közben. De nagyon érdekel, hogy a hallgatóink mit tesznek akkor, amikor unatkozik. Igen, mert kezd unalmas lenni a Takaka. Igen, akkor várakozni kell, akkor mivel ütik az időt, és nem csak az autóban, várakozni kell a fogorvosnál, a postán, a sorba. Állásnál. Tehát mindig, amikor várakozni kell, vagy valami unalmas történet van. Töri óra. Mit tesznek? Meséljék el nekünk. 06 30 30 30 103. Ezt én felismerem. És nem csak azért, mert ki van írva, hanem mert sokat hallgattam. Ross Stewart énekel, The Rhythm of My Heart, most a Slágerem, 9 óra, 7 óra 10-kor. Sláger reggel. Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 7 óra 14 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról kezdtünk beszélgetni Lócival és Ádámmal, mert hogy Piross szabadságon van, hogy az ember mit tesz akkor, amikor önkormányzaton, dugóban, postán, bárhol várakoznia kell. Azt az időt, azt mivel ütik el. Nem sokára még mesélünk, meg a Lóci mesélt egy játékot, hogy a turnébuszban mi történik, de Kata már is írt egy SMS-t. Általában körmöt lakkozom, és kifestem magam, sőt, már a készülődéskört beleszámítom, hogy 40 percet minimum a dugóban fogok ülni. Aha. Ezt jó. Mindannyian átéreztük, ugye? Igen. És ezt szoktam, én az orszörömet trimmelem. Ja. Erre mi nem nagyon fogunk tudni reagálni, maximum annyit, hogy néha, amikor átnézek az autóban, és ilyet látok, akkor azt gondolom, hogy remélem, amikor elindulunk, akkor már nem fogja csinálni. Igen. Attól van a dugó. Ja. Igen. Na, Ádám, te mit szoktál? Ádám? Hát képzeljétek, én nagyon 21. századi vagyok, mert én csettelek, nyilván, hogyha ügyfélszolgálatom vagyok, mert nem lehet beszélni. Ha kocsiban vagyok, akkor kihangosítom, telefonálok, vagy ugye, hogyha megint ügyfélszolgálatom vagyok, akkor cikkeket olvasok. Tehát én ilyen unalmas csávó vagyok ilyen tekintetben, bezárok. De véletlenül sem ismergetsz. Hát kivel az ügyfélszolgálatom, Manyikával? Hát... Kivel ismerkedjek? Na hát ilyen óriási multitaskban vagy ezek szerint. Tehát abszolút, igen. Nincs egy üres percet sem. Jól el vagyok magamban. Tanulj meg lazítani, Ádám. Az ügyfélszolgálaton, no, igen, igen. Például a rendszámos játékkal. Na, az ami melyik? Egy külön, azt nagyon szeretjük, hogy csomó állandóan újabb és újabb rendszámok jönnek, ezért vannak ilyen, ugye, amiből összeállnak különböző rövidítések, de mi van, hogyha olyan jön, ami nem egy hivatalos rövidítés, de akár lehetne is az. Mire gondolsz, még PNA 001, vagy mi? És hogyha PNA, akkor az például a Pécsi Nemzeti Archívum. Tudod, és akkor ez kitalálsz ilyen rövidítéseket, vagy a, nem tudom én, hogy szemben jön egy MTE, akkor ez a Magyar Tésztelők Egyesülete lesz. Az a jó, hogy mi mindig egyre gondolunk, Zsóci. Igen, tudom, annyira lecsapogatjuk egymás labdáit. A rendszámmal egyébként én is játszom. Tehát azt én is szoktam, hogy nézem a rendszámokat, az ne feltétlenül dugóban, de unaloműzőként vezetés közben. Tehát jönnek a rendszámok, és szavakat alkotok a rendszámokból. Te például a PNA-val mit csinálnál? Alkotnék belőle szó, amit most nem mondok ki. Aha, rákerestél az interneten. Az én rendszámom például NCG, abból a Maci
Vagy meggenya. Igen. Na, hallgatóinkat megint kérdezzük meg, hogy mivel ütik el az időt, ha várakozniuk kell, akár dugóban, önkormányzaton, orvosi váróban, a postán, írják meg nekünk 0630 30 30 103, és közben meghallgatjuk azt a dalt, amit az előző óra végén a gyerekjátékban a játékosunk énekelt és nyert is vele, és meg is ígértem, hogy teljes egészében szól. Már Császár előtt Slágera, Nem kell másik, most a Slágeren 7 óra 16 perckor. Jó reggelt! 103.9 Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger reggel Vágó Pirossal és Abaházi Csabával. 7 óra 20 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Piros ma nincs, szabadságon van, viszont itt van Lóci, meg Ádám. És képzeljétek el, arról beszélgetünk, hogy mit csinálunk akkor, amikor várakozni kell, mivel ütjük el az időt. Egyszer belefutottam nem is olyan régen egy balesetbe az M3-ason, és 2 órát kellett állnom ott az M3-ason, és hát mit csinál az ember? Egyrészt ugye, ahogy Ádám mondja, nyomkodja a telefonját, de amikor már azt is meguntam nagyjából 15 perc után, akkor fogtam magam, és kitakarítottam az autómat. Kiszálltál ott a izén az autópályán? Találtam 2 zacskót a csomagtartóban, és 2 zacskónyi szemetet sikerült összegyűjtenem az autóban. Tehát ilyen régi kajamaradékok a hátsó ülésen, gyerekek, mindenféle üdítős palackok az első ülés mellett. Én. Magadat is megtisztítottad, igen, a kocsiból? És dolgok, amiket nem használok, de ott voltak az autómat tároltam. És az megvan az a fickó, aki viszont az utcát kezdte el takarítani? Arról beszéltünk is nemrég. Igen, ő is ugye az volt, hogy ő dugóban kiszállt, és az autó mellett találhat a szemetet összeszedte. Innen vetted az ötletet. Egyébként igen. Azt írja valaki, aláírás nélkül, az orvosnál is mindenhol hallgatózom. Nagyon érdekes sztorikat szedtem már össze a buszon is, csak az akár, hogy a történet végét nem hallom, mert hamarabb lesz. Egyébként kiváló inspirációforrás dalszövegekhez. Ugye? Egy-egy elcsípett mondat, és abból akár sláger is lehet. A vonalban pedig Ági várakozik, aki taxisként dolgozott régen. Szia! Jó reggel! Hát neked aztán kellett várakoznod, gondolom, a droszton. Mivel ütötted el az időt? Vagy mivel ütöd el az időt? Az átlag normál taxis személyszállítónál általában azért mindig van egy könyv. Aha. Az a minimum, mert ugye az mégiscsak egy igen kellemes időtöltés. Aztán ugye, amióta vannak ezek a tabletek, azóta kiválóan lehet az internettől kezdve a különböző játékokat, egyebeket nyomkodni. Azt látom kollégáknál, hogy kitartóan órákon keresztül nyomkodnak. És elhagyják az utasokat, hogy még nem vagyok meg. Minden nyerésben vagyok. Várjál. De Ági, fogod aztán a visszapillantótat is, nem, hogy el ne vigyék. Aztán utána, ha pedig benne a belvárosban az ember sorba áll, én nem tudom más mit csinálni. Én nagyon szívesen nézelődöm, hihetetlen szép városba lakom, mint tudjuk, és hát csodálatos házakat lehet látni néha a kos meg az egyéb alatt, mert hogy nincs pénzünk rendbe rakatni, de gyönyörű, igen, gyönyörű házakat lehet nézelődni. Ez jó tipp volt. Meg az ember rádiót hallgat. Na ez a legjobb. Igen, hát, a sláger. Természetesen az egyfolytában szól, igen. És aztán ezen kívül, ha netán utas van mellettünk, akkor lehet vele beszélgetni. Egyre ritkább ez. Ági, köszönjük szépen, hogy elmesélted, szép napot. Nagyon kellemes napot kívánok. Köszönöm. És várjuk, hogy a hallgatóink meséljenek, mit tesznek, mivel ütik el az időt, ha várakozniuk kell. Akár tényleg dugóban, önkormányzaton, taxiban, ha nem beszélget a sofőr. 0-30-30-30-103. Ez a Sláger reggel. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. 7 óra 27 perc van, arról beszélgetünk Lócival és Ádámmal, hogy mit csinálunk akkor, amikor várakozni kell, tényleg a postán, orvosi váróban, önkormányzaton, vagy bárhol várakozni kell, például dugóban, és hát hallgatóinkat is arra kértük, hogy ezt írják már, meg adjanak tippeket, hogy mit lehet csinálni, hogy ne unatkozzunk. Zsuzsi nagyon jó tippet nyomat, azt mondja, mikor nagyon unatkozom egy váróban, unott fejjel ránézek egy emberre, és magamban megszámolom a testrészeit. Minden megvan rajta. És hogyha nem, akkor jelentkezel. Kettő, oké, kéz megvan. Na nézzük. Térd, egy. Nem, másfél. Nem, elbújj csak a másik fel. Ez kezd egy ilyen Monty Python jelenetté fajulni. Valaki más azt írja, unalom. Kicsit nem figyelek, és már dolgozom is, úgyhogy nekem nem szabad unatkozni, mert jó eséllyel végig dolgozom a napot. Kár, hogy nem írtad meg, hogy mi a munkád, de azért köszönjük az SMS-et, és várjuk hallgatóinktól, és írják meg, hogy mit tesznek akkor, amikor unatkoznak, mivel ütik el az időt. 0630 30 30 103. Most 7:30, Dudás Ádám elmondja a legfrissebb híreket. Most Sláger reggelben a nap üzenetét 10 óra előtt mindig megzenésíti a trubadúrunk. Lóci. Az én lánykérésem, csak úgy megkérdezte, én lánykérésem, a fotelben. Írja meg ön a mai nap üzenetét, szóljon hozzá Vágó Piros és Abaházi Csaba beszélgetéseihez SMS-ben.
és nyerj el! 0630 30 30 103. 7 óra 40 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most ébred, mondom, hogy piros szabadságom van, úgyhogy ma Lóci helyettesíti. Szevasz, Lóci, és szervusz, itt van Ádám is természetesen. És arról kezdtünk beszélgetni, hogy amikor az embernek várakoznia kell a postán, vagy valami hivatalban, vagy éppen dugóban ülve, egyébként van erre egy kimutatás, hogy 100 órát ülünk mi, pestiek éves szinten dugóban 100 órát. Fú, hát annyi idő alatt egy lemezt is meg lehet írni. Hát vagy meg lehet tanulni akár egy nyelvet. Szóval mit csinálunk ebben az időszakban? Mivel ütjük el az időt? Erről beszélgetünk, megkérdeztük hallgatóinkat is. Gabi azt írja, hogy szudokuzok, a férjem pedig keresztrejtvényt fejt. Igen, és egymás mellett ülnek, és kérdezik, hogy egy 6 betűs amerikai folyó hiányzik, mi lesz az? Jól elbeszélget ez a házas pár, na mindegy. És közben a másik meg szudokozunk, és egymásnak szólnak, hogy figyelj, tök jó, jól haladsz, csak közben nem indult a sor. De lehet, hogy semmelyikük nem veszi menni észre. Hát mind a kettő rejtvényben. Megy belé, hallod, fél kisanyám, figyelj már! De van például ez a szókereső játék, az is ilyen. Tehát, fú, abban én mindig kikapok. Az de nagyon rossz, igen, mert rájövök, hogy van egy ilyen szép szó, és miért nincs olyan szó, hogy nyrstfrlek, annyira szép lenne. És akár, ja, mert te szerbül játszottam. Megpróbálom berakni egy dalszövegbe, és akkor ez. De említetted ugye, vagy beszéltünk a rendszámból szavak, vagy milyen szervezetek alkotása, igen. És Rozál is azt mondja, hogy a családom már előre izgul, milyen nevet találok ki az új autójuknak, ugyanis ők is játsszák ezt a játékot, a milyen HUC, tehát Huncutka, a szomszédé DRH, tehát Dréher. A sörös kocsi. Sokat elmond rólatok. Igen, sörös kocsi. A lányomé HVI, vagyis Hawaii. De jó. A vonalban pedig itt van velünk Roland, szia! Sziasztok, jó reggelt! Akkor hagyj spékeljek rá, megy vele erre, hogy LFS volt a rendszám, találjátok ki, mi volt. Nem mondjuk ki, LFS, nem mondjuk ki. Nem, leveske. Igen, az, igen az. Okay, elfelejts. Na és te mivel ütöd el az időt amúgy? Hát igazából én dugóban, mert azért postán meg hivatalokon ez nem biztos, hogy annyira járná, de viszont dugóban én elkezdem hívogatni a barátaimat, régi ismerősöket, családtagokat, stb. És ezzel ütöm el az időt, és ezt csak úgy lehet tudni, hogy egy óra alatt mondjuk 3 emberrel simán lebeszélem azt a 20-20 percet, és szerintem ez még jó időtől. Hát igen, és ráadásul még ápolod a kapcsolatokat. Sokan mondják, igen, hogy jó, nincs időm a haverjaimra, dehogy nem, hát menj el Pestre közlekedni, állj a dugóba, azt hívom, telefonálgass, hát ennyi. Ez igen, de amúgy belegondoltam, tényleg az van, hogy mire hazaér az ember, hú, basszus, de jó lesz volna beszélni a Gézával, igen, vagy a Júcsival, és igazából ott volt az idő, csak mondjuk pont inkább a Júcsival. Ja, cserében ugye 40-szer végigpörgetted a Facebook falat, ugye, de most ez rendesen interaktív. Oké, Roland, kösz, hogy elmesélted, szép napot. Egy másik percig, hogy mondjak, na, csak ennyi. Na, dugóban ülsz, hogy azért akarsz együtt beszélni, fogadjuk. Nem. Gyarmati Eszternek üzenem, hogy kérjük vissza a streamerünket. További szép napot. Kösz, szia. Ezek szerint egy Újpest Drucker telefonál. Nem baj. A Genesis zenén és közben továbbra is várjuk hallgatóinktól a vallomásokat. Mivel ütik el az időt, amikor várakozniuk kell dugóban, vagy bárhol, ahol várakozniuk kell? 0630 30 30 103, mint a Genesis a Slágeren 7 óra 43 perckor. Sláger reggel Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 7 óra 46 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgetünk, hogy ki mivel próbálja meg elütni az időt, amikor várakoznia kell különböző hivatalokban, sorbanállásnál, vagy éppen dugóban. Azt írja Andi, ez figyelj, érdekes, mert mondjuk a dugóban képzeljétek el, átnéztek a másik autóban, és ezt látjátok, hímzek. Van egy pici hímző keretem, amit mindig a kocsiban tartok, kicsit hülyének néznek, de legalább mindig van mindenkinek karácsonyi ajándékom. Én nem irigylem őt, mert valószínűleg olyan helyen jár, ahol állandóan dugó van, ahol be lehet fejezni, nem a hímzést. Hát figyelj, ez a város, ez adja magát. Dugózási valami manufakturális hímző központ. De nincs egyedül, mert Edith is hasonlót ír, azt mondja, hogy ő köt. Már néhány sálon meglett így az orvosi rendelőben és a postán. Ez nem egy klub egyébként, ilyen szakkör. De, egyébként lehet, hogy közösen tanulták, és ez vagy úgy kéne interaktív kurzusokat csinálni, hogy dugóban, tehát nem kell termet bérelni, hanem csak beülsz reggel 9-kor az órában mögéd a kocsiba, érted, egy ilyen nagyobb kombiba, és átmentek a végére, megvan az egy órás óra. Tehát nektek is így kéne próbálni. Tényleg a turnébuszban. Hol próbáljunk? Az Astoriánál. Astoria Blaha, meg lesz az 3-dal. Én Edit simán el tudom képzelni, amikor a férje kérdezi, hova mész? Kicsikém, hát megyek az önkormányzatba kötögetni. Hát. Milyen messze van? Hát egy sányi. Egy sányi időt most rászánok. Itt van velünk a vonalban Péter, szia! Jó reggelt, sziasztok! Hello, jó reggelt! Veled már beszéltünk, akkor a gyermekeddel voltál, ugye? Ó, igen. És most is ott van veled? Gergő? Igen, Gergő. Hello, na ti mit csináltok, amikor várakozni kell?
Hát a dugót azt kerüljük, amennyire lehet, van erre egy csodás alkalmazás, és előszeretettel használjuk. Tehát na de mi van, ha mégis? Hát ha mégis, rádiót hallgatunk, betelefonálunk a rádióba. Ezek szerint akkor most is valahol unatkoztok. Hát most annyira nem. Igen, most nem unatkoznak, úgy hallom. Nem. Tehát igazából három gyerek mellett mi sosem unatkozunk. Azt mondjuk, megértem. Ha mégis valami nagyon unalmas tevékenységet folytatunk, vagy valami olyan helyre elmegyünk, például ahol várnia kell, akkor hasznos, ha van kéznél egy iPad. Aha. És akkor legalább ő nem unatkozik. És akkor játék, vagy videó, vagy? Hát attól függ, hogy éppen milyen kedve van. Igen, hiszen ő már egy digitális benszület. Digitális benszület. Péter, köszönjük szépen, hogy elmesélted. Szép napot. Köszönjük, szia. Eljött a pillanat. Kedves drága hallgatók, mert nagyon sokan várják, volt, aki előre betelefonált, hogy mikor mondja már a műsorvezető, hogy most lehet jelentkezni a játékra. Hát most lehet jelentkezni a játékra, jön a 30 plusz, és a nyeremény csak úgy, mint az elmúlt két hétben Forma 1-es belépő. Na, ki szeretné megnyerni? Én! Jó, akkor 0630, írd, jó, 0630-30-30-103. Sláger reggel. 7 óra 57 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jön a 30 plusz játék, de előtte még itt van Edith SMS-e, ő is megírta, hogy mit tesz, ha valahol el kell ütni az időt. Azt mondja, a dugóban titeket hallgatlak, Edith, ennél jobbat nem tehetsz, mert így legalább hallod a 30 plusz játékot. Krisztával, hello Kriszta! Na várjál, most, mert eddig rosszat nyomtam be, most. Hello, Kriszta! Sziasztok! Igen, jól van, oké. Nem kell megijedni. A szerkesztőség már teljes szívrohamot kapott, nem, vagy legalább felébredtek. Na jó reggelt a szerkesztőségnek is. Figyelj, csak új szabály van, nem tudom, tegnap hallgattál-e minket. Igen. Sokan megszóltak minket, hogy olyan könnyen adjuk a nyereményt. Tehát akkor most az a feladatod, hogy mondunk nem sokára egy szót, amit a fiatalok használnak. Neked ezzel mondatot kell alkotnod 10 másodpercen belül, oké? Oké. Na figyelj, akkor indítjuk. Vágja, hogy mit fog kerál a gyereke? Ön vágja, hogy mit fog kerál a gyereke? Akkor lökje! 30 plusz. Ismerkedés az Y generáció dumáival. Na, mire gondol a kölök, amikor azt mondja, hogy na, menjünk halózni? Menjünk halózni? Igen. Én azt gondolom, hogy azt mondja, hogy menjünk el aludni most már. Aludni, halózni? Azt mondod? Haló? 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 Halló, itt vagyok. De jó, ez is, ha azt mondod, hogy menjünk aludni, ezt gondolod? Igen, én nekem például én hallottam már olyat, hogy menjünk halózni, igen. És akkor aludni mentek. Aludni. Aha. És nem ettek előtte valamit? Tessék? Nem ettek előtte valamit? Mert hogy az van, figyelj, ezt elfogadom, mert hogy megpróbáltad, és ugye nálunk ebben a játékban a próbálkozás nagyon fontos, de azt jelenti, hogy menjünk kajálni. A halózás, kajálás. Igen. Pontosan. De tudod mit, itt adom a tapsot neked. Ugye vigyázz, mert hogyha Halózni mennek, akkor viszont akkor Xboxoznak, akkor játszanak. A Halo az Xbox játék? Aha. Mondom neked, figyelj, két fő részére szóló háromnapos Forma 1 bérletet nyertél a száguldó cirkusz hazai futamára a Hungaroringre. Úristen, első hiszem, nagyon köszönöm. Gratulálunk, Kriszt. Kit viszel magaddal? A kisfiamat, nagyon boldog lesz. Hány éves, hogy hívják? 5 éves és Máténak hívják. És már érdekli a Forma 1? Igen, egy két hete vagy három hete voltunk kint a Hungaroringen, volt ilyen Ferrari napok, és nagyon tetszett, neki teljesen be van izgulva, úgyhogy reméltem, hogy mehetünk. Na akkor ennek tisztelt... meg már nagyon régen játszottam, még a nagyon régi rádióban. Na akkor ennek tiszteletére majd halózatok egy hotdogot vagy valamit, jó? Oké, ahhoz jól sok van. Pénz kell ott. Köszönjük szépen, szia! Nagyon köszönöm, sziasztok! 103.9 Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger reggel Vágó Pirossal és Abaházi Csabával. 8 óra 9 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ha valaki éppen most ébred, egyrészt továbbra is nagyon irigyeljük, másrészt mondjuk, hogy Vágó Piross szabadságon van, pihen, és helyette a Lóci, a műsorvezető társunk, Szeva, és itt szervezetesen jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt. És arra gondoltunk, hogy beszélgessünk egy kicsit a fesztiválokról. Egyrészt ugye Lóci zenész járja a fesztiválokat, másrészt azért mi is látunk, hallunk Ádámmal olyan dolgokat, amin azért fennakad a szemünk, mert most már minden hétvégén, minden faluban, minden városban van minimum egy fesztivál, és kicsit erőltetettek a fesztivál elnevezések. És erről úgy érzem, hogy beszélni kell. Sosem gondoltam volna, hogy a kuglófoknak is kell külön fesztivál csinálni. Van ilyen létező most dolog, van magyar kugló fesztivál, hogy kugló fesztivál. Nekem már a Cseresznye fesztivál is kicsit erős volt, de az már annyira kinőtte magát, hogy szinte természetes, és az összes gyümölcs, ami létezik, annak van egy külön fesztiválja.
És azért vannak megdöbbentők, tehát a leginkább, ami engem megdöbbentett, az a hidegháborús rockfesztivál. Az mit tud? Hát én azt hittem, hogy a semmi, tehát hogy ezt valaki csak kitalálta és kiírta a fészre. Szerintem ilyen egykori NDK-sok vannak ott, nem? Igen, de kötelező rockfesztivál. Meg stázi, egykori stázi ügynökök, ilyeneket tudok elképzelni, meg gondolom a kor divatja alapján. És a legmegdöbbentőbb az volt, amikor én magam is elmentem egy olyan fesztiválnak nevezett eseményre, ahol a Szent János bogarakat lehetett megnézni. Jaj, ez nagyon jó, az nagyon cuki. De vannak ilyen olyan nevűek. De várj, bocsánat, csak hogy annyira megdöbbentő, hogy olyan tömeg volt, hogy igazából nekünk ki kellett kerülni a tömeget, mert hogy nem bírtuk elviselni azt a rettenetes létszámot, parkolni nem lehet. Az Alcsúti Arborétumnál, ugye? Az, igen. Hát az Alcsúti. Megnéztük a kis vasutat is. De jó, volt utasa. Ja, ez nekem az egyetlen fájdalom ezen a nyáron, hogy be volt írva kérdőjellel a programunkba a szolnoki bundáskenyér és köcsök szépségverseny fesztivál. Na most egy köcsök szépségversenyen mit mutatnak be? Hát minket. Nem. Hogy jön össze a bundáskenyér a köcsöggel? Nem tudom, de lehet, hogy látom magam, hogy ülnek a PR értekezeten, és hogy hadd ez a bundáskenyér, ez nem lesz elég, ez nem fog behozni elég nézőt. Nyomjuk rá egy köcsök szépségversenyt is. Két kérdés van, illetve több is, de most csak kettőnél maradunk, hogy ezeken a fesztiválokon ugyanaz történik, mint máskor, tehát jön a Lóci, játszik az Edda és a nem tudom kicsoda, vagy itt most tényleg a bundáskenyér és a köcsök körül forog minden. Hát van 25 stand, és abban 20 bundáskenyér ezik, a maradék 5 meg sört árul. Oké, okay. Milyen fesztivált szerveznének a hallgatók? Tehát mi az, ami hiánypótló, mi az, aminek még nincs? Most kinéztem is hirtelen, nem tudom, műanyag ablak fesztivál, vagy háztető fesztivál. Tehát mi az, ami hiányzik a palettáról? Mit szerveznének a hallgatók? Aztán majd mi is ötletelünk persze, de azért várjuk a hallgatóink írásait, vagy pedig telefonálásait. 0-30-30-30-103. Ez a Sláger reggel. 8:15, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ádám mellett Lóci van ma velünk, ami piros szabadságon van, és hát a fesztiválok időszaka van, mindennek van fesztiválja, de tényleg, és azért vannak olyan hiánypótlók, amiket a hallgatóink találhatnának ki, erre kérdeztünk rá, de gyorsan mondom, hogy olyan is van, hogy béka fesztivál, ezt valaki megírt nekünk, ahol békákat sütnek. Uh-huh. Hát, jó. Is. Hát van még mellette nem véletlenül nem vagyunk ott. Igen, de viszont ami megzavart, legutóbbi Rácsalmáson viszont tök fesztivál van. Hiába van a nevében, tök fesztivál. Igen. Te milyen különleges fesztiválon jártál, Ádám? Én Erdélyben voltam novemberben, és ott voltam a Háztáji Állatok Fesztiválján, és képzeljétek el, olyan állatokat is láttam, amiről egyébként, ha nincsenek kiállítva, nem tudtam volna, hogy milyen. Tehát a ruca, az igen. Nem réce, az egy másik madár volt. Madár. Úgy nézel rám egyébként, mintha valami hülyességet mondtam volna. Igen, hol hallottam már ezt a rucát, ugye? De várj, Ricerúca. A Háztáji Állatok Fesztiválon is ugyanolyan fesztivál volt? Tehát volt színpad, voltak fellép. Volt, persze. A Bogosi Brothers kampány. Abszolút. Hát ők nem. A Monkeys, az Animals. Hát tudod, az van. És volt Székely Káposzta nyilván. A Herfli Gyuri és a Rackajam. Ott ilyenek nem voltak gyerekek. Ott nem. És a Háztájájátoktól őket ingyen engedik be egyébként? Tehát, hogyha hozom magaddal egy tikat, akkor... Figyelj, ott az volt a lényeg, hogy kinek van szebb állata, kinek van szebb rucája. Jó, de nagy. Nagyapám egyébként hobbi galamb tenyész, és díszgalambokat tenyészt. Nem volt ott? Nem tudom, ez mindig az a büszkék, hogy 80-as években halálra nyerte magát galambokból. Na, írják meg, hogy milyen fesztivált szerveznének. Ezekről, amiről most beszéltünk, ezek létező fesztiválok, de valami hiánypótló. Tehát, hogy minek kellene még lenni, írják meg, hogy 0-30-30-30-103, és közben zenél. A Hungária, ez a multimilliómos jazz dobos. Alright! Yeah! Sláger reggel, Abaházi Csabával, Vágó Pirossal és a legnagyobb slágerekkel változatosan. 8:23, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, arról beszélgetünk Lócival és Ádámmal, meg a hallgatókkal, hogy mindennek van már fesztiválja, de biztos van hiány, és ezt a hallgatóinktól megkérdeztük, hogy vajon milyen fesztivált kellene még szervezni? Hisztiző nők fesztiválját, tolmolnának a női hormonok, írja István. Ki lépne fel, ugye? Mi lenne a program? Elvennénk a cipőboltot? Vagy sok fellépő a lehetne ott. Hát, igen. Bedőlt hitelesek fesztiválja. Hát gyerekek, ott ki lenne az extra vendég. Na ki? Broker Marcsi. Jó. Csak köszönöm, dollár. És itt van velünk a vonalban Frigyes, aki szintén kitalált egy fesztivált. Szia! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Na, hajrá, te... magyarok! Hajrá, magyarok! Szerinted mi kellene még? Milyen fesztivál? Lusták fesztiválja. Lusták fesztiválja. Szerinted kinek kellene fellépni a Lusták fesztiválja? Mi történne ott? Hát, ki tud legjobban lustálkodni, legtovább. Én lennék a főszervező elvileg.
Mint főszervezők semmit nem csinál, csak lustul. De szerintem egyébként az Avicinak kéne föllépnie, megnyomja a plate-t, azt csókolom. Az mind nagyon dolgos ember. Én arra lusta vagyok, hogy lusta legyek. Egyébként van egy ilyen lajhár találkozó, lehet, hogy akkor neked oda kellene elmenni. Tehát ez az egy létező dolog. Az az előkészítő. Oda menni. Jöjjönnek ők ide. Köszi, szép volt, figyelsz, ciao. Köszi. Csoda, hogy írt nekünk, nem? Igen, arra nem volt lusta, hogy megírja. És remélem, hogy a hallgatók még legalább eddig eljutnak, hogy írják meg, hogy milyen fesztivált szerveznének. 0630 30 30 103. Sláger reggel. Szép jó reggelt, 8 óra 28 perc van. Hihetetlen, hogy a hallgatóink mennyire kreatívak, amikor azt kérdezzük, hogy milyen fesztivált kellene még szervezni, mert tényleg már minden van. Hát most az Ebegényi Gőzgombóc Fesztivált is megírták, de az egy létező dolog, ugye? Most lesz a hétvégén. És milyen jól szól. Valaki azt írja, hogy szívesen megszervezni az Ünnepeljük meg a hülye kollégákat fesztivált, és ő hajlandó lenne megszervezni. Milyen helyen dolgozhat? Há, pedig nincs is vele az Ádám. Aki most elmondja a híreket. Ne szólj bele, mondd el a híreket. Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.9. Sláger FM. 8 óra 39 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, piros szabadságom van, jó pihenést kívánunk neki, de Ádám mellett így most Lóci segít nekünk a műsorvezetésben, és pont kapura jön neked is a téma, hiszen járod a fesztiválokat. Minden hétvégén van valami fesztivál, és már mindennek van fesztiválja, de arra gondoltuk, hogy hát hallgatói még ki tudnák egészíteni a listát, hogy minek kellene még fesztivált rendezni, vagy milyen névvel lehetne még népszerűséget elérni. És tudtak hát, is. Igen. Hát, az egyik legjobb a bukott politikusok fesztiválját kéne megszervezni. Hát gyerekek, imádom, legalább annyian lennének, mint a devizahitelesekkel. és már lenne pár tippünk, hogy a jövő évvel kik legyenek a húzó nevek a fesztiválon. De menjünk vissza a múltba, mert alapíthatnák a volt SZDSZ-esek. Jó, most nem mondunk még egyelőre neveket, de tudnánk sorolni. És itt van velünk a vonalban Aranyosi Péter. Jó reggelt, szia! Szevasztok, szevasztok. Mindent. Hallottál mindent, tök jó. Délelőtt vagy engem, már nem haragudjatok, 8:40-kor, hét gyomorra. Na de, nem ezért írtunk fel, hogy így beszélj velünk, hanem azért, hogy te is jársz mindenféle fesztiválokra, mi volt a legkülönlegesebb, amivel találkoztál? Fesztivál elnevezés. Fesztivál, nem tudom, hát Fezzen, meg ezek a rövidítések, azokból mindig hülyén jövünk ki. Annak idején voltam egy nagyon jó hangulatú, ha már politikáról van szó, egy nagyon jó hangulatú. Nincs szó politikáról, csak bedobtunk egy jobboldali fesztiválon, de nagyon-nagyon jó hangulatban, ilyen bőrkabátosok, motorosok, és nagyon kedves szélsőjobboldali emberek, és olyan féltem, mondom, ha még belemegyek olyan politikába, hát mondom, akkor is sortűz bizottság lesz a végén, hogy nagyon jönnek. Figyelj, politikát hagyjuk, illetőleg együtt mulattunk. Csak egy kicsit menjünk arrébb, mert ha jól tudom, akkor tankfesztiválról is hallottunk, hogy te ott voltál, vagy szeretnél tankfesztivált rendezni? Nem, de hogy van tankfesztivál, tehát az nagyon speciális, gondolom. Hát. Most is hívtak minden évben a Angliában, ami már egyébként az már Wales, tehát Nyugat-Anglia, előhozzák az egyetlen megmaradt és működőképes tigris tankot, és akkor azt beindítják, és akkor több ezer elmebeteg tigris tank rajongó visít, örjöng és tapsol. És ide hívtak téged? Jó. Tigris tank. Ide hívtak engem, csak pont fellépésem volt azon a héten. Hát küldd el magad helyett a tankcsapdát. Hát ez nem tankcsapda, ez egy szörnyű nagy monstrum, és akkor ez az egy tankfesztivál, ez Angliában az angliai harckocsi múzeum, ez tart minden évben egyet. De figyelj, és akkor itt ugyanúgy vannak fellépők, tehát hogy kiviszik ezt a tankot, és akkor mellette építenek egy színpadot, és akkor jönnek? Nem, hanem ilyen szimulált csatákat játszanak egy hatalmas nagy síkságon, nagy lelátók vannak, abról láttam fényképet, és akkor ilyen szimulált tankcsaták vannak, meg katonák beöltözve. Éreztem már, hogy ott van a tankcsapda, éreztem. Tankcsapda játék és az Exploited zenekar. Az ex-tankcsapda tagok, igen. Köszönjük szépen, nyugodtan aludj vissza, halljuk, hogy... Teljesen jól vagyok. Köszönjük szépen, ciao, szia. És még mindig várjuk hallgatóinktól is a tippeket, meg a tanácsokat, meg az ötleteket, hogy milyen fesztivált lehetne még szervezni. Maradjunk Magyarországon, ne menjünk el Angliáig, jó? 0630 30 30 103. Sláger reggel. 8 óra 48 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Annyi fesztiválon járunk, hát jó, hát Ádám kevésbé, de hát a Lóci nagyon sok, én meg ezért előfordulok itt-ott. És hát olyan elnevezések vannak, amivel megpróbálják népszerűvé tenni a fesztivált, hogy arra gondoltuk, hogy akkor csináljunk egy ilyet, kérdezzük meg hallgatóinktól, hogy milyen fesztiválok kellenének. Még érdekes, hogy a Hisztisek fesztiválját már többen megírták, hogy arra... Nagy igény van, nagy közönségigény mutatkozik. Szívesen adnának nevezőket, akiknek ott kellene lenni az első sorban, de írták,
valószínűleg a piacról, hogy a zöldség-gyümölcs fesztiválnak nagy sikere lenne. Csodálatosan, és ott kik lépnének föl? Hát egyetlen Szedert én nevezném. Szeder, ugye? Okay. Vatfruttik. Vatfruttik, headliner lenne. Délutáni sáv. Alma együttes. Ó, tényleg, és még régen a vétekből a szamócát el lehet küldeni. Jó, ezt levédettük, jó, ezt megcsináljuk vihárban. Ezt tényleg csináljuk meg. És hát mit lehetne ott inni? Smoothie-kat érted, mi gyümölcsből van. Ezt te nem iszod meg. Hát almabor, málnabor, eperbor. Ami a legelképzelhetetlenebb fesztivál számunkra, de valaki megírta, hogy a rendszergazdáknak kellene. Országos rendszergazda fesztivál. Ezt tudjátok, hogy hol kéne megcsinálni? Itt a gerincgyógyászati központnak a parkolójában, mert rögtön lehetnének le az orvosok, és egy-két gerincbetegséget megállapítottának. Ez szerintem szabadtéren nem lehet. Tehát igen. Ez csak belső tér. Ja, és olyan, aki laptoppal érkezik, az hazaküldik, mert csak rendes gépekkel, PC-vel szabad egy hát lapartira megérkezni. Hát akkor a CT-vizsgálóban rögtön mehetnek. De itt biztosan tudjuk, hogy mi nem lehet. Tehát Katus Attilát oda ne küldjék. Tehát nem tudja őket felpörgetni semmiképpen. Szóval nem... Az Zöldség Fesztiválon még állhatnánk Szájdert, és akkor azon a stand vagy Szájder kismadár. Jaj, és akkor a rendszergazdán fesztiválján felléphetne még esetleg a laptop DJ. Nagyon szépen köszönjük hallgatóinknak, hogy ha van még, akkor nyugodtan írják. De most lehet jelentkezni a Basszus Hélium játékra, mennyien várták valószínűleg. Igen, és most így elömlik a most, fal. És abban a pillanatban akkor nyomjuk meg a gombot. Induljon a fal. Basszus Hélium játék 0-30-30-30-103. A fesztiválok, az idei fesztiválok egyik főzenekara. Idén is, tehát 40 éve. Az elmúlt 40 éve. Igen. Edda és a Kölkön voltam. A Rolling Stones. 8:50-kor a Slágeren. Ez a Sláger reggel. Budapest reggeli műsora. 8:57 van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt van velem Lóci, és a vonalban pedig Ági várakozik. Hello! Megint rosszat nyomtam fel. Itt van Ági. Jó reggelt! Itt van Ági. Miért nem mondtad, hogy a kettes vonalon vagy? Na figyelj csak, Ági, te mi, szabadnapos vagy? Mit csinálsz? Hogy te tudsz telefonálni? Igen, éppen szabadnapos vagyok, majd éjszakára megyek dolgozni. És mi a munkád? Én az egészségügyben dolgozom, és pici koraszülött babákkal. Ó, nagyon fontos munkád van, és amikor éjszakára mész dolgozni, akkor ilyen korán már ébren vagy. Hát már én 6 órakor ébren voltam. És napközben még alszol egyet, vagy mit csinál? Hogy? Nem. Hát napközben más csinálom. Fel kell tágni, mert tudta, hogy a Lóci jön helyettesíteném a vágókörös. Jaj, de jó. Na figyelj, játszunk. Bosszus. Hélium. A játék, amely a mélybe taszít. Bosszus. Hogy a magasra emel. Hélium. Bosszus vagy Hélium. Válasszon hangot, és találja ki az eredeti dal. Na melyik legyen, Ági? Basszus vagy Hélium? Basszus, de jó választás. A nyugdíjas fesztiválra. Vagy medve fesztiválra is jó lesz. Na, ki az előadó? Ez a Volare. Azaz, és ki az előadó? Ha jól emlékszem, akkor a Gypsy King. Hogy ne lenne nagyszerű? És meg is nyerted vele a Sláger reggel ajándékcsomagot. Gratulálunk! Nagyon szuper, köszönöm szépen! Na akkor szép napot, aztán majd este jó munkát! Szia-szia! 103.9 Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger reggel Vágó Pirossal és Abaházi Csabával. 9:10 van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, és piros szabadságom van, így aztán Lócié lesz ma a feladat, hogy eloszlassa a téfiteket. Vágó Piros felveszi a harcot a búrjázó téfitek és álinformációk ellen. Kamustra. Na parancsolj! Az a tévhit, hogy a sült krumpli, a csoki, a pizza és a chips pattanást okoz. Nyilván nem jó túlzásba vinni a fogyasztásukat, mert tele vannak zsírral, szénhidráttal, sóval, de egyetlen élelmiszerről sem bizonyították tudományosan, hogy pattanást okozna. Ha arcadon pattanások jelennek meg pizza vagy chips fogyasztása után, lehet, hogy ételallergiád van, vagy érzékenyen reagálsz egy-egy összetevőre. Ha odafigyelsz ezekre a jelekre, és kiszűröd a számodra nem megfelelő élelmiszereket, akkor a pattanások is jó eséllyel elkerülhetnek. Pusztuljanak a tévhitek! Fire!
Ez egy érdeked való téma pont. Igen, meg hát szerintem meg nézd meg az életkorodat, mert hogyha 10 éves vagy, akkor tök normális, hogy pattanás. Ez pubertáns kor, ugye? Igen, igen. Aha, neked van pattanásod? Most nézem. Hát most itt nem, mert kialudt bőrrel érkeztem, és hát tudom, hogy a rádió hallgatók se szívesen hallgatnak egy pattanásos férfit. Kialudt bőr, azt hittem, hogy ilyen maszkban alszol, mint Péter Erzsébet. Az uborka készletemben. Én nagyon szerettem korábban ezeket a ilyen földi mogyoró, meg ezeket az olajos magvakat, de ezek szerint akkor nem okoznak pattanást, csak allergiás vagyok rájuk. Hát nézd. Kiderül, hogy mogyoró allergiám van, vagy kesúdió allergiám van, nem áll. Figyelj, az nagyon komoly, ha valakinek ilyen allergia lenne, és az nem annyiban lenne, és jelentkezni, hogy neked pattanásod van, mert akkor levegőt se vennél, ha ilyen allergiád van. Hát de csak ennyi, hogy pattanás jön ki rajtam. Tehát a bőröm nem vesz akkor levegőt ezek szerint. Hív fel a piros, lehet, hogy jobban tudja. Kedves piros, biztos örülünk neki, ha most hívnánk. Jó, köszönjük szépen ezeket az információkat. Nincs mit, és hiányzik a piros nekem egyébként egy kicsit. Hát nekem is. Ha most de... azt mondanánk, hogy nekünk is, akkor az neked szólna. Tehát, hogy érted? Hát kösz, Lóci, hogy jöttél, de azért holnap megy. Figyelj, Lóci, azért Melben annyira nem vagy erős, mint ő. Jó, de lehet, hogy Melbe dobással a végén. És nem csak ezért hiányzik. Na, de most az szokott történni a következő 10 percben, hogy te megérkezel, és beszélgetünk arról, hogy mi van veled, de ezt most nem fogjuk megcsinálni, mert tudjuk, hogy mi van veled, itt voltál velünk egész reggel. Úgyhogy inkább fel fogjuk hívni pár perc múlva a nyíltvízi úszóválogatott csapatedzőjét, szövetségi edzőt, Gellér Gábort, mert ma Balatonfüreden van egy futam, úgyhogy hát kicsit az úszó VB-ről fogunk beszélgetni, te meg közben alkos, kezdj el alkotni. Megcsinálom, jó? Egész nap szállingoztak az események, sőt, mi a szállingoztok, zúdultak, abból kiválasztottam egyet, és az lesz megzenésítve. Ezzel megyünk tovább rövidesen. Sláger reggel. 9 óra 20 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arra gondoltunk itt Ádámmal, hogy kicsit beszélgessünk a vizes világbajnokságról. Tegnap azt láttam, a férfi vízilabda meccs teltház előtt zajlott, és minden bizonnyal ma is teltház lesz, amikor majd a csajok játszanak. De ugye van egy másik helyszín, Pesten kívül Balatonfüred, ahol a nyílt vízi versenyeket rendezik, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott például van-e közönség, milyen közönség van, vannak-e magyarok, akik buzdítják a fiatalokat, és pont ma van a férfi 10 kilométeres nyílt vízi úszásnak a döntője, a vonalban pedig itt van velünk a nyílt vízi válogatott csapatvezetője, szövetségi edző, Gellért Gábor, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt! Jó reggelt! De vidám a hangja! Nagy lendülettel! Hát, milyen... Bízom benne, hogy nagyon eredményes napunk lesz ma, 10 kilométeren. Milyen a közönség? Van közönség Balatonfüreden is? Van. Szombat, vasárnap, és az összes közönség így elkelt, hogyha láttuk üres székeket, az kizárólag a VIP szektorban lehetett, aha, vagy az edzői sportolói részen, az összes így elkelt, de már mára sem lehetett kapni tegnap. Szerezünk, de már mára is elfogyott az összes közönségét. Gábor, én most gondolok a sportolókra, mert laikusként azt gondolnám, hogy hideg a Balaton, hát nem volt jó idő, hát azért hány fokos és gyorsabban jót... kell úszni. Nem. Sajnos folyamatosan melegszik. Tegnap előtt valóban remek volt a vízhőmérséklete, 22 fok volt, ami a hosszú távhoz ideális. Már eléri a 24 fokot, egyre melegszik, hát ez hétvégére lesz probléma a 25 kilométeres versenyszámra. Oh. Ott lesz igazán probléma, hogyha fölmegy 26-27 fok fölé a vízhőmérséklete. Ez ugyanolyan, mint a maratonfutás, tehát itt a maratonfutó versenyeket is 14-15 fokba szeretik elsősorban rendezni, nem hőségbe. A nyílt vízi úszásban is ez a helyzet, olyan hosszú a táv, annyira fölmelegszenek a versenyzők, hogy az ideális ez a 21-23 fokos vízhőmérséklet. Azt mondd meg nekünk, légy szíves, hogy ki az esélyes? Van-e magyar esélyes? Laikusok vagyunk, ezért kérdezzük így. Van-e most olyan, aki ezen a 10 kilométeresen? Kettő magyar induló van, Székely Dániel, a Tegel versenyzője, ő tavaly Európa-bajnoki 10. helyezett lett, és azt gondolom, hogy a legességesebb pedig Rasovszki Kristóf, akit az első 8-ba várunk, de azt gondolom, hogy még jobb reményeink lehetnek, akit az első 8-ba várunk, tegnap előtt már 7. lett. 5 kilométeren Rasovszki Kristóf junior világ és Európa-bajnok 10 kilométeren, valamint az idén már nyert világkupát, világkupa 5. helyei voltak, úgyhogy azt gondolom, hogy ő mindenképpen az első 8-ba várhatjuk. Hát akkor nagyon sok sikert kívánunk mindkettőjüknek, meg aztán persze az összes többi versenyzőnek a világbajnokság során, és köszönjük szépen, hogy ezen a korai órán. Én is köszönöm. Hajrá, magyarok! Köszönöm szépen. Gellért Gáborral, a nyíltvízi válogatott csapatvezetőjével, szövetségi edzővel beszélgettünk, és tényleg sok sikert kívánunk minden magyar versenyzőnek. Néhány perc múlva, ahogy azt már ígértük, a hírek után jön vissza Lóci a hangszerével, és megtudjuk, hogy ki írta a napüzenetét, illetőleg hogy szól az megzenésítve. Ez a Sláger reggel. 9 óra 38 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnék közölni a kedves hallgatókkal. Egyrészt ugye, hogy Lóci már gitárral együtt ül itt, és ezt most nem csak hallhatják, hanem láthatják is.
akinek van Facebook hozzáférése, akkor most gyorsan menjen rá a Sláger FM oldalára, és ott most élő adásban egy ilyen kis kamera segítségével láthatóvá váltunk. Látod, anya, kivasaltam az ingem. Rá is megyek, nézem magunkat. Ez ki van vasalva. A mosógép által. Vasalási technikám. Igen, a mosógép által. Ott vagyunk, tényleg. Milyen jól nézünk ki mind a hárman. Tényleg, tessék nézni minket. Még én is. Tényleg, igen. Nem is olyan nagy a hasad itt. Most jön az a rész, amikor próbáljuk felhívni majd azt az embert, aki a nap üzenetét írta, de nehéz lesz, mert ő a Lusták Fesztiválját szerette volna megnevezni, mint lehetséges jó fesztivált. Ugye volt egy ilyen óránk, hogy erről beszélgetünk, hogy milyen fesztiválok lehetnének még Magyarországon. Azt írja Frigyes, én arra is lusta vagyok, hogy lusta legyek. De sikerült felhívnunk Frigyest, és itt van velünk. Hello! Hello! Szava! Na figyelj, már egyszer beszéltünk pont, amikor ecet a nagyszerű fesztivált ecsetelted, azóta mit csináltál, és mondd el. Hát vége a lustaságnak, nem sokára Fehérvárnál vagyok. Ja, te hogy így vagy lusta, hogy közben azért vezetsz? Vagy hát utas vagy? Persze. Hát, fenét, sofőr. Hát egy szájhős vagy akkor ezek szerint. Akkor nem neked való a lusta fesztivál, mégsem. Na figyelj! Hát de... Annyira tetszett viszont az üzenetet, hogy Lóci megzenésítette, tied lett a napüzenete, ezt gratulálunk, és meghallgatjuk zenével, figyelj! Jó, oké. Ez a napüzenete a Sláger reggelben. Előadja Lóci. Ez itt a Lusták Fesztiválja, én arra is lusta vagyok, hogy lusta legyek, hogy akkordot váltsak, hogy rímet keresek. Na jó, ha már ez itt a Lusta Fesztivál, a himnusza legyen Über király az, hogy yeah, lusták, yeah, yeah, yeah. Nagyon jó volt, ez nagyon jó volt. Igen, kicsit rockos, az a jó. Oh, yeah. Lusták Fesztiválán egy fellépő már biztosan lesz, sőt, megvan az induló is. Szevasztok! Akkor legyen még egy fesztivál, mondjuk a megzenésített SMS-ek fesztiválja. Nagyon jó! Csodálatos! Megnyitjuk. Figyelj, két kategóriában nem indulhatsz a napüzenete címér, úgyhogy... Én leszek az új gerendai. Ezzel az egy kemény. Köszönjük szépen, Frigyes, szép napot, ciao, szia! Szép napot, hello, hello. Lócikám, ilyenkor már elszoktunk tőled búcsúzni, de most, de most még kicsit, van a best of mai nap, ugye? Best of mai nap? Majd meglátjuk, igen, hogy mi lesz, meglepi lesz, meglepetés, jó? Meglepetés, jön a porta? És belőle Erika ellennyák előbújik. Ha erre vágysz, ezt itt nem kapod meg. Sláger reggel. 9 óra 47 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt van még mindig Lóci. Guten Morgen, ja. Yeah. És életünkben először sikerült egy olyan kapcsolatot létesíteni a drága jó hallgatóinkkal, hogy nem csak hallanak minket, hanem látták is, ahogy Lóci elgitározta a nap üzenetét, és mindez a Sláger FM Facebook oldalán történt meg, és történik még mind a mai napig, vagy mind eddig a pillanatig, és közben olyan üzenetek jönnek, írt egy Csorba Zoltán, ő az édesapád? Igen, ő apa. Ő megkérdezte, ki az, aki apa hátul benézett az ablakon? Nem tudom, hogy ez egy ilyen teljeskor reménykötségi. Reménykötségi nem nézett be a hetediken. De nagyon sokan írnak nekünk, hogy üdvözlik a csapatot, és hogy gratulálnak. Köszönjük szépen mindenkinek. És keressük továbbra is, ez tegnap indult el, a vizes VB főszurkolóját, a világbajnokság főszurkolóját. Aki hallgatja a Sláger FM-et egész nap, és közben mondjuk éppen tart valamelyik eseményre, a vizes VB valamelyik helyszínére, találkozhat a mi Turbo Tominkkal, aki hát a kiszáguldó riporterként megszólítja a szurkolókat, énekelhetnek, táncolhatnak, visíthatnak, egyáltalán szurkolhatnak, mondhatnak rigmusokat, összeállhatnak csapattá. Lényeg az, hogy tényleg nagyon-nagyon keressük a főszurkolót, de részleteket majd nem sokára Tomi fog elárulni egyenesen a kopterből. Emelkedjen felül a közlekedési helyzeten! A Slágerkopter felszáll, jönnek a legfrissebb infók az utakról, felülnézetből. Jó reggelt, sziasztok! Hát pontosan először azért nézzük, hogy mi a helyzet Budapest útján. Itt van a best of, úgyhogy Lócinak is igaza lesz. Hát az egyik szemem sír, a másik üveg, ahogy Kalamba mondaná. Ugyanis a Kerepesi úton, az Albert Irsai úttól kifelé egészen az Ősvezér térig felújítják az útpályát, amit mondjuk ráfért, mert akkora kráterek voltak, hogy a tehén megellett volna benne, de azért még dob egy lapát a Budapest közlekedésére most, úgyhogy aki arra menne, azt találjon ki valami másik útvonalat.
És hát természetesen, ahogy Csabi el is mondta, várom a főszurkolókat délután három jó kis fővárosi helyszínre, ahol egy telematricázott taxit kell keresni, és ha kellőképpen őrülten szurkolnak, akkor vizes VB belépőket nyerhetnek, úgyhogy tessék egész nap a slágerefemet hallgatni és keresni engem. Hamarosan újra felszáll a slágerkopter. Addig is a fontos közlekedési információit írja meg a 0630-30-30-103-as számra. A telematricázott taxi pedig értelemszerűen slágermatrica van rajta, tehát érdemes ezt keresni. Meg kettő elrejtett Lóci játszik matrica is van ott a felni. A Neoton Family zenél, ha szombat este táncol, most a slágeren. Ez a Sláger reggel. Budapest reggeli műsora. 9 óra 57 perc van, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát lassan át kell adnunk a stafétabotot és a mikrofont Somogyi Zolinak. Nem kell, maradjatok nyugodtan. Hello, jó reggelt. Nem dolgozunk helyetted. Lóci, meg kell köszönnünk a ma reggelt. Köszönöm szépen. Kafa volt. Ja, hogy tinek, Köszönjük szépen! Egészségetekre! Csorba Lóci, aki amúgy a Sláger reggel trubadúrja, és mindig csak 9 után jön egy kicsit gitározni, ma reggel itt ült velünk végig, 4 órán keresztül. Jó volt? Jó, nagyon király magad? Volt, igen. És, egy, tehát, és még mi így URH-son nem is találkoztunk, Zodi, szóval szervusz. Itt az hello, szia! Mint ha megragadt valahol. Tényleg ide egyébként, hogy egy kicsit pihenjem. Figyelj, hogy sikerült beérned? Működik ez a város ma? Mert ó, nagyon. Figyelj, olyan városnéző túrát nyomtam, hogy az valami eszméletlen. A szokásos 15 km, 14 helyett 25-öt kellett autózó idefelé. És nagyon jó, mert már a internetes applikációk sem tudják követni a helyzetet. Tehát, hogy mindenhol minden zárva megint. Katasztrófa. Aha. Szóval szerintem, akinek nem muszáj, ne üljön ma autóba, mert... Akkor még jó, hogy adtunk tippeket 7 óra után, hogy mit lehet tenni idő űzés kapcsán, ugye dugóban ülve, meg a különböző hivatalokban. Tök jó van. Köszönjük szépen mindenkinek, aki velünk volt. Holnap reggel 6 órakor találkozhatunk. Az új reggeli műsor. Sláger reggel. Minden hétköznap reggel. 6-tól 10-ig. 103.9 Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.